Scream technika lesz a témánk, és hát kezdjük mindjárt azzal a beszélgetést, hogy igazából ez milyen típusú technika, tehát hogy milyen műfajhoz javasolt. Hogyha valaki ugye ezt a Scream technikát szeretné alkalmazni, vagy ezt alkalmazza, akkor általában metal zenék és rock zenékben használja. A Magyar Hajnal Ének Stúdió egyik tanára vagyok, azonből pedig a Scream technika tanár. És hát hozzám ezt egyedül te tanítod egyébként a stúdióban? Igen, tehát magát ezt a technikát ezt én tanítom, és hát ilyen metal és rock arcok járnak hozzám főképp. Például olyan arcok, mint aki mellette van, a tanítvány. Szia! Szia! Te hogy kerültél kapcsolatba ezzel a technikával? Nagyon sokan rosszul alkalmazzák, pontosabban nem tudják, hogy ezt hogy kell csinálni. Ezért gondoltam, hogy nekem is szükségem van erre, hogy ne úgymond agyatlanul csináljam ezeket a dolgokat, hanem legyen mögötte tudás is. Elég sokan a mai napig is ösztönből csinálják ezt a Scream technikát, tehát semmiféle háttértudás nincs meg nekik. Ez egy idő után sajnos megbosszulja magát, mert ugye a hangszalagok azok izmok, és azok egy idő után elfáradnak. Főképpen nem a megfelelő technikával alkalmazzuk, ezzel nem nagyon érdemes játszani. Van két áll hangszalag az igazi hangszalagok mellett, és ezt az áll hangszalagot használja. Ezáltal nincs igénybe véve annyira az igazi hangszalag, mint hogyha énekelne. Hogy történik ennek a technikának az elsajátítása? Vannak bizonyos gyakorlatok, mutassak be egyet. Jó, hát hogy ne? Szeruza fölötti gyakorlat. Egy skálát követve elkezded a hangszalagot, tehát elkezdesz énekelni, de úgy, hogy ezt a szeruzát képzeletbeli választóvonalnak használod fel. Tehát, hogy a szeruza fölött képzeld a hangokat. Uh-huh. A hang ugye lehet képezni mellből, ugye mellhang lehet képezni fejből, fejhang lehet képezni torokból. Ennek itt az a lényege, hogyha úgymond e fölött a képzeletbeli választóvonal fölött képzeld a hangot, akkor sokkal jobban megvastagodik a hangszalag. Uh-huh. És ezáltal sokkal jobban fogja bírni a terhelést, amikor ezt a screamet, ezt a hörgést alkalmazod. Tehát konkrétan úgy érzed, hogy a ceruza fölött képződik. Tehát mint hogyha itt lenne a ceruza, és nem itt, hanem a ceruza fölött fölé próbálod tolni a hangodat. Szintén nagyon elő tudja segíteni ezt a Scream technikát, úgynevezett ajtónyikorgós gyakorlat. És ez pedig ilyen kutyamorgó, ajtónyikorgó hangja van. Az álhangszalagok dolgoznak, amikor ezt a hangot adjuk ki. Ez a Scream technikának, a screamelésnek az egyik alapja. És akkor nyilván ezt hangosabban, és ezt is meg kell gyúrni, hogy a színpadon ugye nem lehet ilyen halkan énekelni. Nehéz volt egyébként átállítani az agyadat, meg aztán persze utána a fizikumodat is, hogy menjenek ezek a gyakorlatok? Nagyon sokan abba a hibába esnek bele, hogy mivel azt gondolják, hogy ez a hörgés az egy agresszívnak gondolt dolog, mert hogy egy ilyen karakán ének stílus, ezért nagyon sokan nyomják. Tehát ez alatt azt értem, hogy túl sok levegőt adnak az énekléshez, vagy közben, illetve túlzottan megfeszítik a hangszálaikat. Az az, amit tényleg nehéz, hogy megtanulni, hogy megtalálja az ember tényleg azt a megfelelő levegőmennyiséget, és tényleg azt a megfelelő megfeszítési pontot, ami pontosan elég ahhoz, hogy a megfelelő hang jöjjön ki belőle, de tudni kell a határokat. Ez a tudatosság már nagyjából azért megy neked a színpadon? Én elég régóta énekelek, tehát én már előtte is alkalmaztam ezt a technikát, úgymond ösztönösen, illetve hát ahogy láttam és hallottam az egyéb nagy előadóktól, és amiket próbáltam én is így úgymond utánozni, de nyilván amint elkezdtem tanulni, akkor a légzéstechnika hozzá párosult, és így már nekem úgymond könnyebb helyzetem volt. Ha valaki színpadon van, akkor ott bizony teljesíteni kell, és nem szabad, hogy a közönség levegye azt, hogy megáll az énekes, és akkor most gondolkozik, hogy most ezt a technikát fogom hogyan alkalmazni. Hogyan volt? Hogy mondta? Igen, mögötte meg a íz, és rácok meg szúznak, mint az állat. Az énekes meg áll, így vigyázálásba, és így megvan a technika. Tehát egy kicsit ilyen ceruza fölött. Látok, beveszem a ceruzát, tehát egy metal koncert. Pillanat. Mert szerintem egyszer próbált ki, lehet, hogy tök nagy siker lenne. Az ember minél többet gyakorol, minél többet csinálja, annál könnyebb lesz, és annál jobban fog tudatosulni a gyakorlatban is, a színpadon is. Rock vagy metal énekeseknek hány százaléka használja szerintetek ezt a technikát ma Magyarországon? Szerintem kevés. Kevés. Kezd el terjedni ez a dolog, aminek azért örülök, mert nagyon sok metal énekes
akár külföldön, akár Magyarországon vesztette el így a hangját, hogy agyatlanul hörgött bele a vakvilágba. Ezért az fontos, hogy ez egy rendszeres közös ez egy rendszeres, legyen. Tehát egy rendszeres, nyilván a lelkükre kötöm mindegyik tanítványomnak, hogy az egy dolog, hogy én megmutatom nekik, hogy mit kell csinálni, mit gyakoroljanak, de ha a tanítvány nem gyakorol, Gyakorolni. Akkor is, hogyha már elvégezte az iskolát, akkor is minden nap legalább egyszer gyakoroljon. Úgy edződnek meg a hangszalagok. Van lány is egyébként a tanítványok volt, között? Igen? Volt, na. Kettő is, és az egyik ő el is végezte a Magyar Hangszalagének stúdióiskolának a 3/4-ét, csak ki kellett mennie sajnos külföldre, úgyhogy majd ha visszajön, akkor folytatja tovább. Neki kicsit másképp kell tanítani, hogy mondjuk a fizikai adottságaik esetleg másabbak? Inkább a kor függvénye ez, hogy hány éves az illető. Tehát ugye még 15-16 éves lányoknál azért vigyázni kell, ott még nagyon képlékeny a hangszalag, ott azért vigyázni kell a dolgokkal, mint egy akár egy 20-22 éves, akár lánynál, akár fiúnál. Nagyon szépen köszönöm nektek, fiú. Sok sikert a tanuláshoz, a tanításhoz, és hát főleg az énekléshez. Köszönjük szépen. Köszönjük.